Minden hétköznap reggel, imapa is. Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetükért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Imapa is. Halleluja, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, aki nézem ezen a csodálatos hétfői reggelen az Imapajzs című adásunkat látod, ahol együtt imádkozunk, így korán reggel, együtt emeljük fel az Úrnak a nevét közösen, az én testvéremmel, nagyon szép, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és hoztam nektek egy reggeli igét, ami Isten csodálatos beszéde, ez a Zsoltárok 119:1-től fogom olvasni. Áldottak és boldogok, akik tiszta életet élnek, akik az örökkévaló tanítását követik. Áldottak és boldogok, akik ragaszkodnak bizonyítékaihoz, és teljes szívvel keresik őt. Nem követnek el semmiféle gonoszságot, hanem engedelmeskednek neki. Uram, te parancsoltad, hogy utasításaid gondosan kövessük, bár csak mindig egyenesen járnénk utadon. Csodálatos ez a mai ige, és ezzel buzdítalak téged, és lehet, hogy most csak véletlenül kapcsoltál ide, és nem tudod, hogy miről van szó, de Isten nagyon szeret téged ezen a mai reggelen, és hív téged ezen a mai reggelen. Odaadta érted az ő életét, Jézus Krisztus, hogy neked örök életed legyen. És azt mondja az ige, hogy boldogok azok, akik tiszta szívvel élnek. Mit jelent azt, hogy tiszta a szíved? Mit jelent azt, hogy követne az örökké való tanítását? Mit jelenteni azt, hogy ragaszkodna az ő bizonyítáikához? És hogy nem követünk el semmilyen gonoszságot, engedelmességben élni. Lehet, hogy még most nem érted ezeket a dolgokat, és magasnak tűnik, de hidd el, hogy Isten szelleme szól most hozzád ezen a reggelen, hogy szeret téged az Úr. Az Új Szövetség gyülekezet, június hónapja, a Szeresd az igét hónapja. Mit jelent ez? Egy új műsorunk fog indulni, aminek a címe a Bibliai Vezérfonal műsor, és nagyon várjuk már, hogy ez a műsor elinduljon. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy együtt fogjuk Isten igéjét tanulmányozni, olvasni, és lesz egy remek közösségünk a Szent Szellemmel, és fogunk együtt tanulmányozni Isten igéjét, és egy csodálatos testvérünk fogja az igét olvasni, és fogjuk együtt vele olvasni, és hogyha van Károli Bibliád, és az neked nem érted, mert régi fordítás, akkor szerezd be egy új fordítást, vagy egy egyszerű fordítás, hogy tudj minket ezzel követni. Mi nagyon izgatottan várjuk már, és remélem, hogy ti is, és ezt követhetitek majd gyülekezettől függően, nem számít, hogy hova jársz. Isten igéje egy Bibliát olvasunk mindannyian, és Isten igéje élő ható ezen a mai napon is. Ma fogunk imádkozni a nemzetünkért, azért fogunk ma imádkozni, hogy a nemzetünk odaforduljon Istenhez. És hogyan tud a nemzetünk Istenhez fordulni? Kell hozzá egy alázatos szív, egy kereső szív és egy feláldozó szív. A Bibliában, az Ószövetségben a 2. Krónika 7:14 azt írja, és megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és imádkozik, és keresi az én orcámat, és felhagy a bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsájtom bűneiket, és megszabadítom a földjüket. Isten terve az, hogy minden ember üdvözüljön. Isten terve az, hogy minden ember megismerje az ő kegyelmét. Isten terve az, hogy mindenki elfogadja Jézus Krisztust az ő személyes megváltóként. Tudod, sokan azt mondják, hogy az emberek azért kerülnek a pokolba, mert
mert rossz életet, mert bűnös életet éltek, pedig ez nem igaz. Azért kerülnek az emberek a pokolra, mert nem fogadják el Jézus Krisztust megváltójuknak, nem fogadják be az életükbe, nem születnek újjá. És te egy külön kegyelem, hogy ma ezt hallod ezt a buzdítást, és én arra buzdítalak téged, hogy fogadd be az Urat, keress egy gyülekezetet, és hidd el, hogy lehet, hogy most nem érted még ezt az egészet, de Isten reagálni fog, hogy miért mit mond az ige, hogy keressük az Urat, keressük az ő orcáját, és ő meghallgat minket. És Istennek az a terve, hogy minden ember üdvözüljön. Így a nemzetünknek is megvan a határozott ideje. Imádkozni fogunk most a magyar nemzetért, hogy megismerik Isten szeretetét. Imádkozni fogunk most, érted, aki nézel minket, hogy megismerd Isten szeretetét, az ő kegyelmét. Imádkozni fogunk, hogy Isten szelleme kiáradjon a nemzetünkben is, és visszafordítsa azt a légkört, amit Isten megálmodott a magyar nemzetről. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében köszönöm neked, Uram, a magyar nemzetet. Köszönöm, Uram, hogy elhívtad ezt a nemzetet. Köszönöm, Uram, hogy te vagy a királyok király, és így imádkozok, Uram, a magyar nemzetért, így imádkozok, Uram, az ország vezetéséért, és megáldom őket a Jézus Krisztus nevében. Köszönöm, Uram, az embereket, akik most néznek minket, Uram, megáldalak téged az Úr Jézus Krisztus nevében, és lehet, hogy Uram, hogy a napokban arra gondoltál, hogy eldob magadtól az életedet, de a Jézus Krisztus nevében most szólok neked isteni életed, és tudd, hogy Istennek szüksége van rád, és szeret téged, így hirdetem ki ezen a mai napon a Szent Szellemnek az erejét. Köszönöm, Uram, hogy azt mondja az ige, hogy intelek azért, hogy tartassanak könyörgések, esedezések, Uram, és így imádkozunk most, Uram, Magyarországért, a nemzetünkért, Uram. Köszönöm, Uram, hogy befogadják, Uram, befogadnak téged, Uram, hogy megváltozik Magyarország légköre, és kiárad, Uram, a Szent Szellemnek a folyója, és meggyógyítod a nemzetünket, meggyógyítod ezt a földet. És köszönöm, Uram, hogy te vagy az árvák istene, hogy te vagy az özvegyek istene, hogy te vagy, Uram, a betegek istene. Így imádkozok most, Uram, a nemzetünkért, így imádkozok, Uram, a betegekért, így imádkozunk most egy akarattal az árvákért, az özvegyekért, Uram, megáldjuk őket, és köszönöm, Uram, hogy a Szent Szellem ereje által, Uram, elvégzed azt a munkát az életükbe, hogy senki nem lesz magányos, Uram, mert megismerlek téged, és lesz híredre, nevedre ez a nemzet. Uram Jézus, te azt mondtad, hogy a hegyen épült város nem rejthetetik el, és így imádkozok most, Uram, a magyar nemzet. Így imádkozok, Uram, hogy befogadják a Szent Szellemet, Uram, hogy befogadjanak téged, Uram, hogy ne legyünk olyan nemzet, aki nem fogadja be Jézust, és Uram, mi befogadunk téged, mert mi imádkozunk, Uram, igenis imádkozunk, Uram, ameddig tudunk, addig imádkozunk, Uram, a nemzetünkért, és köszönöm, Uram, a vezetőséget, köszönöm, Uram, az óvodákat, az iskolákat, köszönöm, Uram, az önkormányzatokat, a Jézus Krisztus nevében megáldom őket, és köszönöm, Uram, hogy kiárad ez a gyógyító folyó, úgy, Uram, megöntözöd a nemzetünket, megöntözöd, Uram, ezt a magyar nemzetet, Uram, és külön köszönöm, Uram, a gyermekeket, Uram, a fiatalokat, Uram, hogy az utcákon, Uram, az evangélium fog hirdetetni az utolsó időkben, és Jézus, te addig nem jössz vissza, míg minden ember nem hallott az evangéliumért, és így imádkozok, Uram, azért, hogy mindenki, Uram, halljon az evangéliumért, hogy mindenkinek, Uram, kegyelmet adtál a kereszthalálod által, hogy mindenkinek kegyelmet adtál a te feltámadásoddal, Uram. Köszönöm, Uram, hogy a Szent Szellem, Uram, meggyógyítja ezt a nemzetet, hogy meggyógyítja a Szent Szellem folyója ezt a nemzetet. Így áradj ki, Uram, ezen a mai napon, innen, Uram, a forrás házból, kiárad, Uram, ez a drága folyó, és a hívunk téged, magyar nemzet, a Jézus Krisztus nevében, hogy állj elő, és köszönöm, Uram, hogy megtelnek a stadionok az Jézust imádó emberekkel, hogy lesznek, Uram, Jézus fesztiválok. Uram, te mondtad,
egy főtéren álltam, és köszönöm, Uram, hogy azt mondtad, hogy itt el fognak hangozni igék, Uram, el fognak evangelizációk hangozni, és népek ezrei és ezrei fognak jönni a nekünk felragyagott világossághoz. Köszönöm, Uram, hogy imádkozatok a Magyarországon lévő pásztorokért és vezetőkért, Uram, és a gyülekezetekért. Köszönöm, Uram, hogy kiárad ott is, és köszönöm, Uram, kiárad a folyó, kiárad, Uram, az imádat folyója, és köszönöm, Uram, hogy viszik az evangéliumot, és köszönöm, Uram, azt, hogy megerősíted a pásztorokat, a vezetőket, Uram, ebben a helyzetben, és tudják végezni az evangélista munkát, Uram, fogják tudni, Uram, bírni és cipelni a terheket, Uram, mert a te terhed és a te igád, Uram, az könnyű és gyönyörűséges, és köszönöm, Uram, azt, hogy amit az ellenség tett rájuk igákat, Uram, a gyülekezetekre, a vezetőkre, a pásztorokra, Uram, azt te leveszed, és adsz helye, Uram, helyettük gyönyörűséges igát, Uram, és könnyű, Uram, és így áldom meg őket a názáreti Jézus Krisztus nevében, és köszönöm, Uram, hogy egy az Isten, és egy a Szent Szellem, Uram, amit cselekszik a nemzetünkbe, ami mozdul, Uram, a nemzetünkbe, és Jézus, szükségünk van rád, a magyar nemzetnek szüksége van rád, Jézus. Bárki is bármit mond, a magyar nemzetnek Jézusra van szüksége. Köszönöm, hogy eljön az aratás, köszönöm, hogy eljön, Uram, hogy eljön az aratás, hogy megláthatjuk a népeket, Uram, hogy jönnek. És köszönöm, Uram, hogy aki most néz minket, Uram, és nem érti, hogy miről van szó, hogy miért imádkozunk, Uram, hogy miért imádkozunk a nemzetünkért, hogy miért imádkozunk a magyar népért. Most imádkozok, Uram, az ő szívéért, az ő életéért, Uram. Így áldom meg a Jézus Krisztus nevében egy megértéssel, és köszönöm, Uram, Jézus, te azt mondtad, hogy olyan békességet adsz nekünk, amit a világ nem tud adni. És köszönöm, Uram, hogy ez a békesség most megérinti az embereket. A szeretet, Uram, köszönöm, hogy a te szereteted, Jézus szeretete most megérinti a te szívedet, a te életedet, és tudd, hogy nem csitta véged, hanem fogad be őt, és elkezdődik az élet, mert Jézus az élet. Jézus Krisztus az élet. Jézus Krisztus az élet. És szüksége van a magyar nemzetnek az életre. Szüksége van a magyar nemzetre. Jézusra, Jézus Krisztusra is kihirdetem, Uram, a gyász helyett az örömöt, a hamu helyett az ékességet, a mi nemzetünkbe, és köszönöm, Uram, hogy tündökölni fog ez a nemzet. Köszönöm, Uram, hogy a magyar nép híres lesz, Uram, híres lesz, hogy imádunk téged, Uram, és felépülnek, Uram, az imádó oltárok Magyarországon, felépülnek, Uram, és köszönöm a közben járókat, akik imádkoznak Magyarországért. És ha most közben járó vagy és nézel minket, az Úr megemlékezik a te imáidról. Megemlékezik. És megadja a szíved kéréseit. Köszönöm, Uram, hogy kiárad ez a békesség, Uram, ezen a mai napon. És így áldalak, Uram, így magasztalak téged. És bizonyságot teszek rólad, Jézus, hogy te vagy a királyok királya, és az uraknak az ura. A magyar nemzet atya vagy, a magyar nemzet békessége vagy, a magyar nemzet élete vagy, Jézus Krisztus, te vagy a királyok királya. Magasztallak, Uram, és szeretünk téged. Ámen. Nagyon örülök, hogy itt voltatok ma velünk. Ne feledjétek el, hogy Isten szeret titeket, Isten hűséges. Köszönöm, hogy velünk együtt voltatok, hogy imádkozhattunk együtt, hogy felemeltük az Úrnak a nevét. Köszönöm a pásztoromnak, Ráki Tamás pásztornak a lehetőséget, hogy képviselhetem itt. Nagyon nagy kiváltság számomra. És köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, és Isten szeret titeket. Isten szeret téged. Perceken belül kezdődik
Építs egy imádó oltár című adásunk. Nézd bele, hallgasd meg, mit jelent azt, hogy imádni az Urat. Hallgasd meg, gondold át, és keresd minket, vagy keresd egy hozzád lévő gyülekezetet, de tudd azt, hogy nincs itt a vég, mert Jézus szeret téged. Jézus az élet, Jézus a minden, és Isten szeret téged. Szeret téged. Az Úr áldjon meg. Kívánok neked egy áldott, békés napot. Az Úr áldjon téged. Minden hétköznap reggel ima pajzs. Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs.